30 évvel ezelőtt, 1989. május 28-án jelent meg a Bácskapocs első száma, melynek címoldalán egy szokatlan fotó állt. Tovább a Lenini úton felirat és a hatalmas színpadon üresen hagyott széksorok előtt Romány Pál, az MSZNP Bács-Kiskun megyei első titkára egyedül mondja beszédét. A megyei közéleti hetilap csaknem 3 éven át a teljes nyilvánosságra törekedett, arra, hogy Bács-Kiskun valamennyi lakójához, a legkisebb településen élőkhöz is eljussanak szűkebb, tágabb közösségünk legfontosabb hírei, információi. A gondolat szabadsága, a szavak és cselekedetek nyilvánossága volt az újság hitvallása. A kiadvány főszerkesztője Kutasi Ferenc, míg a lap állandó szerzője többek között Kormos Emese, Lakatos Attila, Turai G. Kamil, Mihályka Gyula és József Fábián volt. A fotók egy részét Bachketi Szkander készítette. Az anyagokat Dunst István és Pócs Péter illusztrálták.